Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Láving Gusztáv vagyok, a Hiventures ZRT KKV Pro üzletágának vezetője. Tudták, hogy a generációváltásban érdekelt cégek tulajdonosai 80%-ban gondolják úgy, hogy családon belül szeretnék tovább értékesíteni a céget? Viszont a lehetséges utódok mindössze 20%-a szeretné azt átvenni? Az elkövetkezendő 15 percben megismerhetik röviden, hogy a Hiventures-nél mi milyen tőkebefektetésekkel tudunk a KKV-knak segíteni. A mai hitelbőség mellett hol látjuk az általunk nyújtott tőkének a szerepét, illetve az EKO Konzervipari Kft. Generációváltó tranzakcióján keresztül bemutatom, hogy egy ilyen befektetés fő pontjai, feltételrendszere és mik a kihívásai egy ilyen tranzakcióban. A Hiventures a Magyar Fejlesztési Bankcsoport tagjaként már ötletfázistól egészen nagyvállalatokig tudja támogatni a cégeket. Az elmúlt 4 évben sikerült Közép-Kelet-Európa legnagyobb és legaktívabb startup befektetőjévé válni, jelenleg több mint 350 portfólió cégünk van. 3 üzletágunk van, az első a startup üzletág, ötletfázisban 15 millió forinttól, míg egy érettebb, növekedési fázisban lévő startupnál akár 1 milliárd forintig tudunk befektetést nyújtani. A startupokról ebben a prezentációban nem lesz további szó. A KKV Pro üzletágról mindjárt bővebben fogok beszélni, és a harmadik üzletágunk az Invest Pro terület 2020-ban indult, és itt már közép- és nagyvállalatoknak is tudunk tőkebefektetést nyújtani, nagyobb tranzakciókhoz, zöldmezős beruházásokhoz, vagy akár reorganizációs céllal is. Amiről most igazán szó lesz, az pedig a KKV Pro üzletág, amit 2019 őszén azzal a céllal indított el a Magyar Fejlesztési Bankcsoporthoz tartozó Hiventures, hogy a KKV szektornak elégséges saját tőkéje legyen fejlesztésre, növekedésre, piacbővítésre, vagy akár működésfinanszírozásra. Itt 3 területet jelöltünk ki, amiről ma igazán szó lesz, az a generációváltás. Itt ugye a generációváltással érintett családi vállalkozások, ahol családon belül nem megoldható az utódlás, rendezetten kerüljenek értékesítésre, megőrizve így a működőképességüket. Ezen kívül tudunk adni pénzt normál felvásárlásra, amikor valaki a szállítóját vagy a versenytársát vásárolná meg, vagy pedig a külföldi befektetés ösztönzés az pedig azt akarja, hogy ugyanezt akár külföldi cégek megvásárlásán keresztül is tudjuk biztosítani. És akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy egy tőkebefektetőnek mi a szerepe a mai finanszírozási piacon. Azt látni kell, hogy amikor céget alapítunk, akkor általában ezt saját forrásból kell, hogy megtegyük, mivel itt a megtérülés bizonytalan, itt csak magunkra, családunkra, vagy akár barátainkra, ismerőseinkre támaszkodhatunk. Amikor már viszont van 1 vagy 2 sikeres éve a vállalkozásnak, akkor megnyílik a lehetőség a banki hitelek felé. Viszont a banki hiteleknek mindig van valamilyen korlátja. Ilyen korlát lehet például az összeg, hogy az árbevételnek általában csak az 50%-áig nyújtanak finanszírozást, egy nagyon extrém esetben akár ez elmehet 80%-ig, de egy 2 éves cég még biztos, hogy nem termelt akkora árbevételt, hogy ez számottevő segítség legyen. Akkor van egy kockázati maximum, itt a futamidő alatt mennyi eredményt tud termelni, amiből kamatostól vissza tudja fizetni a finanszírozást. Ezzel szemben itt a tőkénél, ugye a mi tőkebefektetésünknek köszönhetően az azzal létrejött növekedésből már elérhet a cég egy olyan méretet, amikor a bankoknak is sokkal vonzóbb lesz, és akkor létrejön egy olyan refinanszírozási potenciál, ahol a bankok már szívesen fogják finanszírozni az önök cégét, és akkor ki tudják váltani a mi tőkebefektetésünket egy olcsóbb hitellel. Fontos, a bankok mindig fedezetet kérnek. Akkor jönnek hozzánk a cégek, hogyha a bankok nem adnak nekik hitelt, hiszen nincs meg a kellő fedezetük, vagy pedig nincs elég fedezetük, és akkor a banki finanszírozás mellé szükség van egyébként tőkebefektetésre is. Ugye a tőkebefektető az egy nagyobb kockázatot vállal a bankokhoz képest, hiszen hogyha a bankok adnának annyi pénzt, akkor ránk nem lenne szükség. Miért drágább egy tőkefinanszírozás? Itt látható az ábrán, 2 különböző dolgot különítettem el. Az egyik, hogy mi az optimális tőkeszerkezet. Mi azt gondoljuk, hogy a tulajdonosi tőke az egy 10-30%. Itt a kockázati tőkéről beszélek, de itt ahogy majd ki fog derülni a prezentációból, maga a Hiventures által, a KKV Pro által nyújtott tőke, az inkább egy önerőkiegészítést jelent, azaz még a kockázati tőkénél az a fontos, hogy amikor befektetünk egy cégbe egy korai fázisba, a mi tőkénkkel egy olyan növekedés induljon el, hogy ez a cég értéke az 10-szer, 50-szer vagy akár 100-szor többet érjen, és majd mi a befektetésünket 10-szer, 50-szer vagy 100-szor nagyobb értéken tudjuk realizálni. Ezzel szemben itt mi a befektetett tőkénket kérjük vissza ezen a 10-15%-os hozamelváráson. És akkor ezt egészítik ki még a banki finanszírozások, itt általában ilyen 30-60%-ban szokott lenni a finanszírozási mixbe, és itt látszik, hogy az elvárt hozamok ugye ezzel ellentétesek, ugye a banki hitelek nagyon olcsók, a Hiventures tőkebefektetése ennél egy picit drágább, viszont egy tulajdonosi tőke vagy normál piaci tőkének az ára, az meg még drágább. Ami fontos, hogy mi passzív tőkebefektetők vagyunk, azaz nem fogunk beleszólni a cégnek a működésébe, mi tényleg önerőkiegészítést biztosítunk ezekhez a felvásárlásokhoz. És akkor beszéljünk egy picit általánosságban a generációváltásról, nézzük meg, milyen elvárásokat támasztanak a vevők a céltársaság felé, illetve a befektetési konstrukciót mi erősítheti a finanszírozó irányában. Az első és egyik legkardinálisabb dolog, ez a reális cégérték. Én itt mindig azt szoktam mondani, hogy ez hasonló, mint egy gépkocsi eladás-vásárlás, vagy egy ingatlan eladás-vásárlás. Hogyha van egy 5-8 éves autónk, amit újonnan vásároltunk 8 millió forintért, 5-8 évvel később, hogyha megkérdezzük, hogy az mennyit ér, akkor lehet, hogy sokkal többre gondolunk, mint egyébként, hogyha a használt autón megnézzük, hogy mennyi a reális cégértéke. Úgyhogy itt én azt tudom mondani, hogy ha van idő az eladásra felkészülni, akkor egy tanácsadót keressenek föl, készítsenek egy cégértéket, ha az egybevág azzal, amennyi pénzt szeretnének kapni a vállalkozásukért, akkor nincsen teendő, hogyha ez sokkal kevesebb, mint amit önök gondoltak, akkor pedig tegyenek meg mindent, hogy helyrehozzák azokat a lemaradásokat, amivel följebb lehet srófolni a cégnek az árát. Ami nagyon fontos, az a transzparens működés, itt az átláthatóságról beszélünk, tiszta megoldások kellenek, ne legyenek számla nélküli bevételek, legyenek 100%-ban bejelentett bérek. Illetve ami nagyon fontos, az a tulajdonostól független menedzsment. Ugye egy generációváltásnál miről beszélünk? A 90-es évek elején alapított cégek, a tulajdonosai egy személyben megalapították ezeket a társaságokat, az elmúlt 30 évben ők voltak a HR vezetők, gazdasági vezetők, ők feleltek a beszerzésért, az értékesítésért, viszont hogyha ők kikerülnek ebből a cégből, akkor nagyon könnyen összeomolhat az egész, úgyhogy épp ezért fontos, hogy egy tulajdonostól független menedzsment jöjjön létre. És akkor itt láthatók még a finanszírozási előnyök, ugye itt a befektető oldaláról nem egy üzleti tervet szeretnénk megfinanszírozni, hanem azt szeretnénk látni, hogy az elmúlt időszakban is jól prosperált ez a cég, és ebből látjuk azt, hogy ez valóban meg fog térülni. Amit kérünk, hogy a tulajdonos az még egy-két évig a cég közelében maradjon, hogy az átmenetet azt tudja biztosítani. A finanszírozási mixről fogok beszélni, itt számunkra fontos, hogy az önerő mellett legyen azért egy bank is, ez két dologból fontos, ez egy extra piaci validáció, illetve a finanszírozási mixbe egy olcsóbb mix lesz a végén. És akkor térjünk át a mai prezentációnak a szerintem legizgalmasabb részére. Itt az év végén zártuk az EKO Konzervipari Kft.-nek a generációváltását. Itt egy 75 év feletti tulajdonos szerette volna eladni a cégét, mivel a fia hiába volt benne a cégbe, de igazából nem ezzel a céggel szeretett volna foglalkozni. Az EKO-ról azt kell tudni, hogy ez egy 6,5 milliárd forintos árbevételű cég, közel 300 millió éves eredményt tudott termelni. Nyíregyházán található 200 fő feletti alkalmazotti létszámmal, és több mint 70%-ban exportra termel. Ami fontos, itt a befektetői csapat, aki azt mondta, hogy ő szívesen átvenni ezt a céget. Itt az egyik korábbi műszaki vezető az, aki szakmailag tudja átvenni a céget, illetve még két másik befektető van, akik meg egyébként már láttak cégvásárlási tranzakciót, illetve részt vettek más egyéb élelmiszeripari cégekbe, úgyhogy maga az üzleti folytonosság az biztosított. Itt ugye látszik, hogy ezt mi egy Management Buyout tranzakciónak hívjuk, ami azt jelenti, hogy itt abszolút a cégen kívüli befektetői csapat vette át a cégnek a működését. És akkor nézzük meg, hogy milyen részletek voltak. Itt ugye látszik a finanszírozási mix. Ahogy említettem, mi önerő kiegészítést adunk, szóval nem azért fektettünk az EKO Konzervipari Kft-be, mert egyébként mi arra készülünk, hogy Európa legnagyobb konzervgyára legyen. Legyen így, ennek nagyon fogunk örülni, de igazából mi azért kerültünk be ebbe a tranzakcióba, mert a finanszírozó bank, ő csak 70%-ig tudott hitelt biztosítani, a befektetési partnereknek csak 10% önerejük volt, hogy megvásárolják ezt a céget, mi pedig adtunk még plusz 20%-ot, hogy ez megvalósulhasson. Ami itt látszik, egy SPV-n keresztül történik a felvásárlás, ez az SPV, ez direkt egy ilyen projekttársaság, egy speciális projekttársaság, ami arra szolgál, hogy a befektetési partnerek ebbe a cégbe ezt közösen alapítják velünk, teszik be az önerejüket, a Hiventures által kezelt tőkealap ide teszi be a finanszírozás, a bank ide fogja betenni a hitelt, és akkor ez a cég fogja megvásárolni az EKO Kft-nek a 100%-os tulajdonrészét, majd a későbbiekben ez összeolvad. Ami fontos, ez egy zárt végű befektetési konstrukció, ezt már az elején említettem, itt ha a mi befektetésünket 100 egységnek mondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy itt a befektetési partnerektől várjuk azt, hogy minket majd kivásároljanak. Mi ezt a céget nem szeretnénk eladni egy harmadik szereplőnek, egy külföldi szereplőnek, mi a velünk együtt befektetést végrehajtó tulajdonosoknak szeretnénk átadni, vagy pedig magának a céltársaságnak, hogyha az EKO-ba keletkezik annyi nyeresség, hogy ő minket ki tud vásárolni, akkor mi ettől nagyon boldogok leszünk, és ez attól zárt konstrukció, hogy mi a 100 egységnyi befektetésünket az előre fixált hozammal kell minket kivásárolni, ami hogyha most egy éves 10%-ot veszek, akkor az első évben 110 egységért lehet minket kivásárolni, a második évben 121-ért, stb. És a hetedik év végén, hogyha 7 év a futamidő, akkor pedig megvan, hogy mi az az összeg, ami hogyha a mi számlánkra megérkezik, akkor mi távozunk a cégből. Említettem, hogy ez egy kiszámítható, türelmes pénz, hiszen minket elég a futamidő végén egy összegben visszafizetni, azaz még a bankok hiteleit már az első-második évben el kell kezdeni törleszteni, minket elég a futamidő végén egy összegbe, ezért is szeretik a bankok, hogyha mi megjelenünk ezekbe a tranzakciókba. Itt ugye az EKO-ban látható, hogy milyen tervek vannak. A legtöbb generációváltó cégnél mi azt halljuk a vevőktől, hogy egyébként ezek a cégek, ahol már idős a tulajdonos, az elmúlt 3-5 évben nincs arra idejük, energiájuk, hogy új piacokat kutassanak föl, és az értékesítést növeljék, úgyhogy itt a legtöbb esetben mindig van lehetőség a fejlődésre. És akkor az utolsó diám, itt a timeline, hogy kell elképzelni egy ilyen befektetést. 2020. januárjában találkoztunk először a befektetési partnerekkel, itt 2 hét alatt a Hiventures-ön belül eljuttattuk egy elsőkörös döntésig, egy akvizíciós döntésig az ügyletet, ez volt a leggyorsabb ilyen dolog. Utána viszont a Covid egy kicsit ezt belassította, meghoztuk a befektetési döntésünket, szerződéseket draftoltunk, közben átvilágítottuk a befektetési partnerekkel közösen az EKO Kft-t, majd pedig az év végén zártuk a hitelt, folyósítottunk, és eljutottunk oda, hogy új tulajdonosa van az EKO Kft-nek. Én remélem, hogy sikerült egy kicsit felébreszteni önökben azt a vágyat, hogy vagy legalábbis elvenni azt az élt, hogy egy tőkebefektető az el akarja venni a cégeket, nem úgy gondoljanak ránk, hogy mi segítünk megvalósítani ezeket a tranzakciókat. Keressenek bennünket, beszélgessünk egy jót, és akkor látni fogják, hogy mi tényleg azért vagyunk, hogy ezek a generációváltásban érintett cégek rendezetten kerüljenek tovább értékesítésre. Köszönöm a figyelmet, további szép napot!